Ezért volt nekünk papíron a mikroszkópon a Nádas Gyurival meg a Bonccal, a hárman voltunk, hogy az igazgató írásos engedélyt adott, hogy röhögjünk, mert félt, hogy infarktus kapunk. Hát ezt most találtuk ki, ezt nagyon nehéz kibírni, akkor szintén agymenése van valakinek. Édesapám Alfonzó ugye nagy sztár volt, Kazal Laci bácsi, Kabos, Lórán Lenke, Isten nyugodj, Lata bár, komoly. És a Laci bácsinak, a Kazal Laci bácsinak volt egy száma, az úgynevezett, hát az a borkostolós szám, ami egy világszám. Imád. És a Laci bácsi alá komolyan kijött, ő értett is a borokhoz, azt hiszem tenyésztett is bort. Nem tudom milyen fán terem, de állítólag... Szóval bortermelő volt, úgy tudom, és ha kapott egy tálcán, minden hat pohár volt rajta, és kezdte rögtön ugye mondjuk a csopaki rizlinggel, és azt mondta, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a borkostolás elmondja, az egy tudomány, ezt kérem, nem arról szól, hogy ígyunk csak úgy nyakló nélkül, be is fogom önöknek bizonyítani. Kérem szépen, nézzük meg ezt az első poharat. A színéről, az illatáról rögtön láthatjuk, hogy ez egy rizlingból. A bukéjáról. Lőtt, nem, egy kicsit félszáradt, nagyon kellemes bor, főleg könnyű ételek után javaslom, fröccsnek is kitűnő. És itt szépen eljutott, mikor az ötödik pohárhoz került, az már... Akkor olyanak voltak, hogy na drága aranycimbikém! Helyem spíjez, gyerekek! Ez aztán az igazi magyar karkadardar! Dabarna, ne berreg, ne elrepülök, maradjál már! Én... Bementem a buszgóra, csaposzkoz arany címbikém, azt mondja, hogy ebben nóta van az, hogy ilyen ereszt megy a kantárján. Mondom, édes címbikém, hozzá nekem valami röviden, erre kihozott egy tiroli nadrága. Értitek, gyerekek? Nem olyan nóta. És szépen fokozatosan berugott, és úgy ment ki, hogy ez komoly, ez borka, és mondjuk, hogy édesanyám, és kiment, jó. Apukám Alfonzó nagy viccmester volt. Oda ment az ügyelőz, ez 54-ben volt, 954 lebadag, rákos időszak. Azt mondja, Ferikém, akarsz keresni egy százast? Azt mondja, persze, a fél havi fizetés volt. Hogyne? Akkor szeressük ezt a Kazal Lacit, úgyis szereti a piát. Teja, különböző színű tejákat, öntsé bele viszkit, dokrumot, a legvadabb, unikum, amit belefér minden. Ugyanaz színű volt, mint a... És a Laci bácsi nem tud, átvett az ügyelőtől, kiment. És apukám ott állt, és mondta, Laci, jó. Laci bácsi nem értette, hogy mi a probléma. Kemény fiú vagy te, Kazal. És elkezdték, uram, ez nem, megvalljuk ezt a kis ízlet. És az első nem csopaki rizling-szerű volt, hanem dögtön dokrum, 620-os maleggánfokkal. És a Laci bácsi, mint paffa bűvös sárkán, torkán, fülé jött ki a pia. És kinézett az apám, meg mondta, megy ez, Laci, fog ez menni. A második piánál az unikum volt, mert énekelt a székely himnuszt. A pártitkár ott helybe-fejbe lőtte magát, majd a Horthy Miklós katonája vagyok, én van, vonult ki a színpadról. Apámnak oda, miért csináltad ezt, Józsi? Ott segítek, ahol tudok, Lacikám, tudok. Eltelt egy fél év, apám már elfelejtette a történetet, Laci bácsi, nem? Apukám az MK-be lépett, valami egy ilyen vendéglátó éjszakai lokál volt, és ott apukámnak egy szem, egy opera paródia volt, hogy operaénekes, ha a szerelmér párbajozik, leszúrják, és akkor megsebesül, ugye olaszul mondta, szonomorte, projekt, az asztaloknál volt mindig egy üveg bor, egy pohár, és oda ment a halálos, vagy most magyarul mondom, innom, megnézte a bort, vino ungaréze, vino pocsolino. Kitöltött egy pohárkával, és megitta az üveget, ahogy kell. Szerény ember volt, ugye? Ezt Laci bácsi kiszúrta, tudta, hogy melyik asztalhoz megy. És a másnap az előző adás előtt beöntöttek trisót, mosóport, 6 kiló borsot, piros, ami belefért. És úgy nézett ki, mint a vörösbor. Apám ugye jött a izével, szonomort, a Laci bácsi mondta, ott a tutja, az a biztos. Mutatta apámnak, ebben nem fogsz csalódni. Apukám oda ment, szóna, tége, vino ungaréze, vino pocsolino, brücs, és itt megakadt a szeme, és abban a lendülettel fogta a nyakánál a boros üveget, és eltette a Kazal Lacit, kergette a keleti pályaudvarig. Józsikám, csak viccet, de anyáddal! Tudnék még sorolni egy csomó olyan dolgot, ami ugye hát Major Tamással kapcsolatosan
ugye színházigazgató volt, és rémkemény pali volt, és zseniális, de rémkemény pali volt. És 53-ban volt a görög katonai pucs, és a görög csomóan ide menekültek Magyarországra, azt tudjuk, görög kolónia, Pelojani szelvtárs, izé. És a Suka Sándor, aki a tag volt, hát hallotta az irodából, hogy emeljék meg a Bástinak a fizetését. Igenis, igazgató elvtárs, emeljék föl a besenyeit. Igenis, Suka, igazgató elvtárs, titkára, ne, Suka elvtárs, nem, igazgató elvtárs, már én is itt vagyok, nagyon régen, és akkor a Básti elvtársnak, meg a Besenye elvtársnak, mit akar Suka? Igazgató elvtárs, szeretnék én is fizetésemelést. Suka, meghalt Belojani elvtárs. De legalább igaztaljon, biztosson. Hajrá, Suka! És végül Major Story, második Richard, Plantagenethez utaznak át Normandiába, az angol király, körülött a testőrök, a bodyguardok, a Lord Major Londonból, és a Major oda kellett menjen a második Richardhoz, és csak annyit mondott, hogy partra tartunk, szőr. Hát azt mondta, hogy partra szartunk, tör. A második Richardot helyben vagy vérzés kapott, tehát ő kész lett. Az összes katona kiment a tengert nézni. Függöny össze, sikoltozó emberek a Nemzeti Színház színpadán. Tehát a Major volt az igazgató, és visszahúzatta. Húzzák vissza. Én is tévedhetek. Függöny föl. Elnézést, uram, az erőbb félreértettük egymást. Partra szartunk. Még egyszer kimondta. Kérem szépen, másik történet, ez is igaz, Komlós herceg eredeti hadseregsajó, utánozhatatlanok, zseniális, amit csináltak, mindig szünet előtti szám voltak, mert a közönség összepisílta magát. Ügyeletes orvos rohangált a nézőtér, egy szülőanyák borzasztó, hogy lakját rajtuk röhögni, eszméletlen jók voltak, és... nem beszéltek egymással 30 évig, nem tudni miért vesztek össze. Úgy zsugáztak a szünetbe a társalgóba, hogy Herceg Jenő, Kellér Dezső, Zentai Ferenc, Komlós. Na most nem azt mondta rögtön a Herceg Jenőnek a Komlós, hogy rebetli, hanem odaszólt a Kellérnek, hogy mondja meg ennek az ős tricinek, hogy kontra. Tehát nem beszélt. A Vili bácsi azért volt pipa izére a hercegre, mert úgy megröhögtette a színpadon a hülyeségével, hogy egyszerűen nem tudott mit csinálni, és a herceg volt a szárad. Mondta hülyéket, persze. Egy alappoén, ami hát, csak úgy mondom, hogy milyen poénok voltak, és egy időben be is tiltották, hogy kispolgári csökevény a Rákos időben, azt mondja, hogy képzel, milyen örömért jelentszik, nem mondja. Képzelj, született egy gyerek, nem mondja, és fiú? Nem. Hát akkor mi az, hogy hát akkor mi lehet még? Gondoltam, bagoly. Bagoly, hogy lenne nekem bagyó? És fogadtam a sígyvekkel meg a vörös Weinbergerrel. A simek azt mondta, hogy fiú, a Weinberger, nekem nem marad más hátra, mint bagoly. Maga hülye. Hát 20-szoros pénzt fizet. Menjen a fenébe. Mondja már az a gyerek, hogy na takarodjon ki. Na, ez a hangoleg, a másik, hogy képzeljen, milyen boldogság, sportolunk az asszonyjal. Nem mondja. Fönn voltunk a János hegyen bobozni. Mit csináltak? Mondom, bobozni. Miért nincs vakásuk? Na, eredjen a francba. Hát nem értem, nem tudja, mi az a bobozás. Nekem mondja, négy gyerekem van. Na jó, szóval ez a Komlós herceg. Jó. És a Vili bácsinak egyszer csak kapott egy agyvérzést a színpadon. Ott voltam az előadáson 61-ben. Egyszerűen csak legörbült a szája, így, az agyvérzéstől. A herceg Jenő meg azt hitte, hogy hülyéskedik. És akkor a Vili bácsi is folytatta, hogy az is a fog engem mindenkül. Hogy jól vagy csinálni? Vili bácsi nem vette. Kórház, vasutca, gáz, ápolás. Apámnak híre ment a társaságban, hogy a Vili bácsi kórházban van. Apám kollégája, a Halma Imre, Isten nyugosztalja, ritka nagy barom volt, Isten nyugosztalja. Hogy milyen hülye volt, a 55-ben ott voltak Siófokon a Nemzeti Üdülő, egy öböl választott el a parttól. És megmondták a színészek, Alfonzó, nem tudom, a Halmai, hogy átviszi őket a csónakos fejenként 1 forintért, és kellett volna fizetni 7 forintot. Elindul a csónak, és azt mondja az apám, tehát hogy megállapodtunk, Faragó úr, akkor 7-en vagyunk, tehát 7 forint. Egy óriási csobbanás, azt mondja a Halmai, már csak 6, mert én úszok.
Na ilyen hülye volt, szóval nem. Kérem szépen, Halma Imre bemegy egy ekkora dobozzal a Vili bácsi. Jó, Imrém, te ezt nem kellett, drága Vili bácsi, hát neked amit akarsz. Hát akkor én csomagolt, természetesen. Kérek szépen egy ollót, köszönöm, elegánsan, úgy levágta, lecsomagolta a dobozt, egy kisebb dobozt. Ezt 42-szerre játszotta. A 43-nál egy ekkora doboz maradt, és abban egy fél minyon. És a Vili bácsi a fejére húzta a kacsát. Híremen bennek apám kitalálta, hogy a Vili bácsit megvicceli, és elíresztelte már a kórházba egy világhírű szovjet professzor, 55-ben Moszkvából jön, Nikolaj Andrevenevics Parangin, vagy mit tudom, hogy hívták. Kitalálta, ön jön a Vas utcai kórházba, hallotta, hogy milyen híres magyar színész fekszik, és személyesen fogja megvizsgálni. Apám beöltözött fehér köpeny, Trocki, Cvikli, bajusz, körszakál, úgy nézett ki, mint Lenin unokaöccse, borzasztó, hogy onnél. És körbe, hogy a slep, az orvosok, hallgatók, és vonultak. És Vili bácsi fölvette a díszpizsamát, csokornyakkendőt, Leninké, Billy, mindenki fényesítve. Nem vizelt két napig, hogy a Billit meg kell használni. Apukám belépett a korterembe, az első ágyhoz odament, dobrý den, no, kak szoftverért, kinda dejtje mi ruky. Na, ne plocho, ničivo. Következő. Dobrý den, mamuska, tu szoftverért, mondtam. Majd odaért a Vili bácsihoz, nyújtotta a kezet, mondta, ezt a szimuláló stricit meg rúgják ki a francba. Igen ám, de Vili bácsi vérmes ember volt, agyvérzés, idején Ábrahám totál öthat, megfogta a kacsát, és az apámat hajkurázta a Rákóczitól. Vili bácsi, csak azért csináltam, kíváncsi volt, hogy tudsz-e futni, tudod? Kérem szépen, megköszönöm a kedvességét, türelmét, egy nagyon szép szerelmes verssel szeretnék elbúcsúzni az gyönyörű fiatal hölgyekre való tekintettel, és engedjék meg, hogy saját Endre versét mondjam el. Óda félszemű barátnőmhöz. Kicsit memorizálom el. Igen. Óda félszemű barátnőmhöz. A te szemednek nincsen párja.